Februárban adtunk hírt arról, hogy a Fidesz alelnök Kósa Lajos 83 éves, nyugdíjas óvónő édesanyja új céggel gyarapodott, és a sikeres sertéstenyésztő Kerélyő mellett kipróbálja magát a reklámvilágban is. A DKS Varga Zoltán most vasárnap tartott sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy kikérte a debreceni önkormányzattól a Város és Cégei és a Kameleon Design Kft. Között az elmúlt 15 évben köttetett szerződéseket. Varga elmondása szerint összesen 200 ilyen szerződés született meg, jelentős részük abban a periódusban, amikor Kósa Lajos történetesen a város polgármestere volt, és értékük több 10 millió forint. A DKS politikus azt mondta, feljelentést tesz az ügyben. Érdekesség, hogy a frissen behúzott cég az elmúlt években inkább veszteséges volt. ...2016-ban 4 milliós árbevétel mellett nagyjából ugyanekkora veszteséget hoztak össze, 2017-ben már csak 2 milliós árbevételük volt, 1 milliós mínusszal. A cég árbevétele az utóbbi években jelentősen visszaesett, 2013 és 2015 között még 10 millió körüli forgalmat bonyolított. Kósa Lajos édesanyja, akinek ugye 800 millió járt volna a nevezetes, sok százmilliárdos csengeri örökségből azóta ismert, hogy 2018 elején vásárolt magának egy sertéstelepet, és pont nyert is hozzá 123 millió forint közpénzt telepfejlesztésre. Ebből aztán akkora balhé lett, hogy végül a támogatásról kénytelen volt lemondani. A sertéstelep arról is híres, hogy BMW-ket leasingel, de Kósa Lajos édesanyja eddig sem csak sertésekkel foglalkozott, gabonatermesztő és mezőgazdasági cégek élén is feltűnt az elmúlt években.